egyensúlyban lesz az idei költségvetés szexárdon, vagyis a bevételek fedezik a kiadásokat. A polgármesteri hivatalban úgy számolnak, 18 milliárd forint folyik be a kasszába. Ez nem kis szám, fontos ugyanakkor, hogy a kifizetendő összegek jelentős mértékben nőttek a tavalyi évhez képest. 635 millió forinttal emelkedett csak az intézményeinknél a gáz és a villanyszámláknak az összege. Ez az emelkedés nagyságrendje, és ezzel együtt emelkedett nyilvánvalóan a kötelező minimálbérnek az emelkedésének az összegével is a személyi előirányzataink. Ezen kívül vannak olyan tartozásaink, amiket rendezünk kell, ilyen a helyi tömegközlekedésre vonatkozó tartozás. Csak a helyi járatos buszközlekedésre 225 millió forintos kiadással számolnak a Városházán. Emellett viszont a cél, hogy a bevételeket is növeljék Szekszárdon. Éppen ezért mintegy fél milliárd forint értékben tervezik, hogy kisebb belterületi ingatlanokat adnak el. A város alpolgármestere azt mondja, az idei esztendő várhatóan nem a nagy beruházások éve lesz, ugyanakkor kisebb felújítások így is szép számmal vannak tervben. Fontosság és órrendek vannak, és ebben a megszorított költségvetésben a fejlesztésekre, üzemeltetésre rendelkezésre álló pénzekből örülünk annak, hogyha a balesetveszélyes dolgokat meg tudjuk oldani, és apró lépésekkel itt a felmerülő gondok, problémákat is tudjuk küszöbölni. Itt gondolok a közvilágításra, az EON bevonva, itt gondolok a természeti katasztrófák utáni gondok, problémáknak a megszüntetésére. A költségvetést több módosítóval fogadták el. Máté Péter, a Fidesz frakcióvezetője például azt kérte, végezzenek el kisebb fejlesztést minél hamarabb a szekszárdi piactéren. A piactéren a galambok elleni védelem, ez egy acélhálós védelem, és talán ezzel meg lehet szüntetni ezt a rengeteg galambürüléket, ami a piactéren keletkezik, sajnos ez probléma. Úgyhogy ezt mindenképp meg kell csinálni. A másik, az pedig, amit az én módosítom volt, a kosárlabda sportklub kért 40 millió forint támogatást még januárban, amit az átmeneti gazdálkodás ideje alatt nem volt lehetőség adni, de a költségvetés most is csak 15 millió forintot tartalmazott, és ezt a 15 millió forintot egészítettem ki 40 millióra, ezt a közgyűlés elfogadta. Voltak viszont olyan módosító javaslatok, amiket most nem fogadott el a közgyűlés. Zaják Rita, polgármesteri tanácsnok, 15 millió forintot szeretett volna előirányoztatni közösségi rendezvények szervezésére. Egyik ilyen volt ugye a Forgassa Földért rendezvény, Kindli Gábornak a rendezvénye jubileum, hogy 10. alkalommal rendezi meg ezt a kisfilm, rövidfilm fesztivált. Erre szerettem volna 1 millió forintot a költségvetésből támogatásként, illetve valóban budapesti jó példákat átvéve, például a Fogadj Örökbe egy közterületet elnevezésű programot, 3 millió forinttal, aminek a lényege annyi, hogy a város lakók örökbe fogadhatnak egy-egy kisebb közterületet, és annak a gondozásáért cserébe valamennyi pénzt. Nyilván nem a munkadíjat kapják meg, hanem mondjuk az öntözésre, a víz kifizetése, ilyesmik voltak. Zaják Rita ezek mellett egy drogprevenciós kiállítást is szeretett volna Szekszárdra hozni. Azt mondja, egy későbbi alkalommal a költségvetés módosításakor újra megpróbálja majd ezeket keresztül vinni. A tapasztalat egyébként azt mutatja, hogy az első körben elfogadott költségvetést az év során többször is módosítják majd.